Magyarországon közel 200 ezer önmagát német nemzetiségének valló ember él. Ez az egyetlen népcsoport, mely olyan összetartó volt, hogy önálló országgyűlési képviselőt tudott választani, mondta előadásában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Arról is beszélt, a kormányzat oktatás politikájában kiemelt fontossággal bír az óvodák fenntartása és működése. Ezzel együtt történt meg a kötelező óvodáskor 3 évre történő leszállítása, mely egyedülálló a világban, fejtette ki Potápi Árpád János. Az elmúlt időszakban az országban, itt Tolna megyében, de az én körzetemben is számos óvit tudtunk felújítani, fejleszteni az elmúlt időszakban. Én örülök ennek, és remélem, hogy ezeket minél inkább tartalommal is tudjuk megtölteni. Nagyon fontos területe az óvodapedagógiának a nemzetiségű oktatás, csak úgy, mint az iskolában, itt Tolna megyében pedig különösen. Az országos német önkormányzat elnöke arról szólt, olyan ösztöndíjprogramot vezetnek be a felsőoktatásban, már ebben az esztendőben, mely segíti a nemzetiségi óvónőket a tanulásban és a munkavállalásban. Nem titkolt cél, hogy a magasan képzett és nyelvet jól beszélő szakemberek ne hagyják el az országot. A kormány támogató programjának kezelője a német országos önkormányzat lesz. Jelenleg pont az összes többi országos önkormányzattal egyeztetünk. Az ő közgyűléseik is elfogadják azt az egységes rendszert, amit kidolgoztunk, és így remélhetőleg az év végére feláll és megnyílik majd az a rendszer, amelyből az idei évben, az idei tanévben támogatni tudjuk majd a kezdő óvodapedagógusokat. Ritter Imre, német nemzetiségi országgyűlési képviselő elmondta, hogy Szekszárdon hosszú évek óta jó színvonalú nemzetiségi óvodapedagógus képzés folyik, de nem így van ez mindenhol az országban. Több helyen az országban a felvételnél nincs objektív nemzetiségi nyelvi felvételi vizsga, illetve a képzést követően nyelvvizsga nélkül automatikusan a nemzetiségi pedagógus képzés C-típusú nyelvvizsgával egyenértékűnek fogadják el, anélkül, hogy nyelvvizsgát tennének. Tehát nem csak a nemzetiségi pedagógus képzés számának a növelését, hanem a színvonalának az emelését is el szeretnénk érni. Az új óvodai program kidolgozói azt remélik, hogy ez a szakmai és a nemzetiségi elhivatottság mellett megfelelő életpályamodellt jelent majd a jövő óvónői számára, és hosszú távon biztosítani tudja a megfelelő szakemberképzést és ezzel az óvodák fennmaradását.